Köztudott, a 2015-ös Dental World az egy új helyszínen került megrendezésre, a Hung Expo területén. Véleményem szerint ez egy nagyon jól kiválasztott helyszín volt. Tavaly nagyszerű eredmény volt, hogy több mint 400 tanuló volt például a tanuló napon. Ez egy fantasztikus szám, ennyi tanulót elhozni és elhívni, akik nagy érdeklődéssel az egész napot végig hallgatták és végig figyelték. Hát az idei évben annyi eltérés lesz, hogy a tanuló napot úgy változtattuk meg, hogy bevettük a fogorvos tanulókat, tehát az egyetemi hallgatókat is, tehát most fogorvos fogtechnikus tanulónap lesz. Ennek következményeképpen változik természetesen egy kicsit a programunk is, tehát az előadásokat próbáljuk úgy hangolni, hogy mindkét hallgatóság számára egyaránt megfelelő előadást prezentáljunk, és érthető legyen, mint a fogorvos hallgatók, mint pedig a fogtechnikus tanulók számára. Eddig zömében hazai előadók voltak, főleg fogtechnikus előadók, bár volt már korábban egy-egy fogorvos is, most egy picit színesítjük a fogorvosokkal, például, mint hazai előadó, a dr. Gerlóci Pál és a Böröcki Attila páros, mondhatom így, akik az esztétikai fogászatban nagyszerű előadásokat tartanak, nagyon tartalmas és értékes, mint a tanulók, mind akár a végzett fogtechnikus vagy mestereik számára is, és külföldről is különböző nagy fogászati cégeknek a neves előadóit szeretnénk megszerezni, mint fogorvos, mint fogtechnikus téren.